Egy olyan előadást készítettem, ami arról szól, hogy, hogy gyakorlatilag milyen típusai vannak a dekriminalizációnak, és mi is ez a dekriminalizáció. Tehát így először tisztázzuk a fogalmakat, hogy mi, mi miről is beszélünk. A drogpolitikai vitákban, főleg az ilyen közéleti vitákban egy eléggé polarizált és sematikus képet kaphatunk a drogpolitikai vitákról általában tilalom és legalizáció, egy ilyen fekete-fehér és nagyon polarizált vita szokott folyni a médiában. Ugyanakkor jó tudni, hogy a drogpolitikai szabályozási opciók azok egy ilyen spektrumon helyezkednek el, amelyek hát egészen a totális tilalomtól terjednek a kereskedelmi teljes, teljes szabadkereskedelmi piac irányába. És hát Hogyha megnézzük az egészségügyi és szociális ártalmakat, amik ezekkel az egyes szabályozási opciókkal járnak, akkor azt látjuk, hogy egyrészt a spektrum egyik oldalán a szabályozatlan fekete piac az, ami óriási károkat teremt, azáltal, hogy szervezetbűnözést, bizonytalan minőség a szereknek, stb. Másik oldalon pedig, amikor egy teljesen ö, szabadkereskedelmi forgalomban vannak szerek, akkor hát ugye láthattuk például a dohányzás kapcsán is ö, korlátlan reklámozás, stb. Ez is, ez is gyakorlatilag nagy közegészségügyi károkkal jár. Tehát alapvetően azért a ö, szakemberek és aktivisták többsége az a kettő közötti a spektrumnak közepe táján keresi a megoldásokat, és egyébként nem egyféle megoldás van, hanem nagyon sokféle megoldás lehet ugye van a szabályozott piac és a totális tilalom között például ugye a dekriminalizáció az lehet egy opció, amikor nem büntetik a szerhasználatot hogy mit is értünk dekriminalizáció alatt, és itt van ugye többféle fogalom, ami, ami, amihez képest érdemes meghatározni, hogy mi a dekriminalizáció. Egyébként, akit érdekel jobban ez a téma, Drogfókuszpont lefordította, akkor még IMCDD-nek van egy kiadványa, kimondottan az ilyen jogi szabályozási kérdések az Európai Unióban, és ezeknek a ENSZ, vonatkozásai, és kábítószer használat az Európai Unióban jogalkotási megközelítések címmel, magyarul is elérhető a fókuszpont oldalán. Na most te szerint a, az első fogalom, amiről beszélünk, az a depenalizáció, így gyakorlatilag bűncselekmény marad a, kábítószernek, a kábítószereknek a fogyasztása, ugyanakkor a, több, a szabadságvesztéssel járó szankciókat eltörlik, a tilalom marad a fő szabály, de nem alkalmaznak többé bebörtönzést magyarul, ehelyett más szankciókat, pénzbírságot, rendőrségi nyilvántartásvétel, stb. alkalmaznak. Ezt egyébként szokták másképpen de facto dekriminalizációnak is nevezni, tehát hogy a törvény szerint tiltott, de egyébként nem hajtják végre. A dekriminalizáció az, amikor a fogyasztást teljesen kiveszik a büntetőjog hatája alól, tilalom marad a főszabály, de a fogyasztás nem minősülő bűncselekménynek. Ez a de jure, tehát jogi értelemben is vett dekriminalizáció. És végül ugye, ami legalizáció szokott még felmerülni, mint ilyen fogalom az ilyen vitákban, ami hát a törvénytiltás teljes megszüntetése és a piacnak a legális szabályozása, de itt is tudnunk kell, hogy hát nem az egyedüli opció az, hogy mondjuk a Tesco-ban, gazdaságos kiszerelésben árulják a drogokat, hanem itt is azért a szabályozási opcióknak nagyon széles tárháza van, mint ahogy egyébként, ha megnézzük az alkohol esetében is, vagy Skandináviában, vagy Európa más részein hogyan szabályozzák. Most egy fontos kérdés, hogy az ENSZ-nek vannak egyezményei, amik tiltani rendelik a nem gyógyászat és nem tudományos célú használatát bizonyos szereknek, hogy ezek az ENSZ-egyezmények vajon megengedik-e a dekriminalizációt. És hát a három ENSZ-egyezmény közül egy olyan van, az 1988-as, ami tartalmaz egy olyan cikket, ami előírja a tagállamok számára azt, hogy hát büntessék a személyes használat céljából való tartást. Azonban ennek a cikkeinek a kommentárja ezt kifejti jobban, hogy itt gyakor, valójában a tagállamok egy viszonylag széleskörű értelmezési lehetőséggel bírnak, hogy, mert hogy úgy fogalmaz az egyezmény, hogy a kereskedelmi bűncselekmények üldözése érdek, ahol erre szükség van, és hogy igazából itt a, gyakorlatilag a tagállamok eldönthetik azt, hogy ezt hogyan szankcionálják, szankcionálják-e. Tehát gyakorlatilag az ENSZ egyezmények lehetőséget adnak a dekriminalizációra, és ezt az INCB, ami az ENSZ-nek egy ilyen nemzetközi szervezet, ami nézi az egyezményeknek a végrehajtását, ez is már elismerte és egyébként az ENSZ különféle ügynökségének volt egy közös állásfoglalása pár éve, ami, ami, az, amiben az ENSZ ügynökségek arra szólítják fel a tagállamokat, hogy ne büntessék a kábítószerek személyes használat céljából való tartását. Tehát gyakorlatilag a dekriminalizációt jóvá hagyták az ENSZ-nek az ügynökségei. Ennek a, erről, az, erről a az állásfoglalásra egyébként egy filmet is készítettünk, akit érdekel a dance-ben meginterjúoltunk egy csomó embert ezzel kapcsolatban. És hát akit még szintén jobban érdekel a téma, a Release nevű szervezetnek van egy jelentése, ez a Quiet Revolution, amiben a, amiben a dekriminalizációs modelleket elemzik, ez már mondjuk kicsit régebben volt, azóta már változtak a dolgok, de alapvetően elég jó összefoglalását adja, hogy milyen típusú dekriminalizációk vannak, és hát a IDPC-nek az International Drug Policy Consortium nevű szervezet, ez elkészített egy i-kurzust e is, egy ilyen online kurzust, ezen mindenki részt vehet, és ebben gyakorlatilag kiképezheti magát a dekriminalizációval kapcsolatban. Ennek a videóit a Takás Pisti kollégám készítette, úgyhogy mi is részt vettünk ennek a kurzusnak a kidolgozásában. Itt lehet látni a világ országait, hogy azok, ahol valamiféle dekrimizáció van. Ugye azt a rész jelentés is hangsúlyozza, hogy nem mindig pozitív a dekrimizáció. Tehát vannak olyan dekrimizációs modellek, amik gyakorlatilag nem érik el azt a célt, hogy mentesítik a büntetés és az üldözés alól a fogyasztót. Például ugye látható, hogy Oroszország is dekriminalizált, tehát ott szabálysértésnek minősül a szerhasználat, ugyanakkor a szabálysértés miatt el is zárhatják a, és el is zárják a, az embereket. Tehát, hogy nem mindegy az... Önmagában az, hogy most szabálysértés, bűncselekmény, stb. ez önmagában nem minden, hanem az is fontos, hogy hogyan hajtják végre ezeket a jogszabályokat. És hát akkor különféle ilyen fajtáiról, az IDPC-nek van egy ilyen gágya, hogy ebben milyen fajtái van a technizációnak. Ugye először a de facto dekriminalizációnak milyen formájának, például Hollandiában ugye 1976 óta gyakorlatilag a rendőrség nem állíthatja elő az elkövetőt, ha csak nem terjesztési szándékra van gyanú, és itt lefoglalják a kábítószer, de gyakorlatilag nem lesz semmiféle következménye az ügynek. Van ilyen, olyan országok, városok, ahol ilyen rendőrségi elterelés van, Például a ben vezettek be egy hasonló rendszert, ahol gyakorlatilag a rendőrség saját hatáskörben eltereli az elkövetőt a büntető útról. És hát vannak olyanok is, ahol a droghasználat bűncselekmény előállítja a rendőrség az elkövetőt de az ügyészség és a bíróság rendelkezik arról, hogy a büntető eljárásnak milyen alternatívát hát alkalmaz. Például Amerikában van ez a drogbíróságok, drug courts -nek a rendszere, amik, amiket, amik gyakorlatilag egy ilyen alternatíváját nyújtják a büntető eljárásnak. És akkor egy de jóre, tehát a jogi értelemben vett dekriminalizációnak is vannak, Különféle fajtái, itt van, amikor az ügyészség szintjén történik döntés arról, hogy, hogy hát mi lesz a következménye. Ez gyakorlatilag nagyon hasonló az előzőhöz, csak itt, itt gyakorlatilag nem számít bűncselekménynek a drogfogyasztás. Akkor van olyan, ami rendőrségi hatáskörben, a rendőrség dönti el, hogy a fogyasztó, fogyasztói cselekményről van, van ez szó, és ha igen, akkor legfeljebb fejszínű alkalmaznak, Ilyen például Spanyolországban van, és hát van olyan is, ami ilyen administratív közigazgatási eljárások keretében szabályozza azt. Erről majd a Tomi fog beszélni jobban a portugál mintáról, úgyhogy arról nem fogok sokat beszélni most. És hát a, ami még szintén érdekes, hogy az Európai Unió szintjén nincs konszenzus a dekriminalizációról. Sajnos szerintem, de hogy a, a, viszont az Európai Unió tanácsa az kiadott egy, egy határozatot még 2018-ban, amivel a büntetőeljárás alternatíváinak a alkalmazására szólítja fel a tagállamokat. És ebben egyébként ez egy a RAND nevű ilyen kutatóintézet jelentése alapján készít, készült, ez a tanácsi határozat, és ebben egy elég jól összefoglalják azt, hogy milyen létező alternatívái vannak az EU-ban a műtetőeljárásoknak. Sok jó gyakorlat is ö, van ö, benne, úgyhogy egyébként ezen a területen is ö, tehát a de jure dekriminalizáció nélkül is elég sokat el lehet érni a büntetőjogi reform terén. És hát ugye még csak egy, egy dolgot szeretnék elmondani, aztán erről lehet, még a Tom is fog beszélni, nem tudom, arról, hogy Amerikában sajnos van arra is példa, amikor a dekriminalizáció az rosszul sült el. Tehát például Oregonban 2020-ban népszavazással dekriminalizálták a droghasználatot, aztán ugye jött a COVID-járvány, a látható szerhasználat az utcán jelentősen megnőtt, hajléktalanság egyre nagyobb probléma, és nagyjából ugyanebben az időszakban a ópiátok miatti túladagolások száma rohamosan nőtt, egyébként nem csak Oregonban, viszont Oregonban hát ezt elég ugye, szépen ráhúzták a dekriminalizációra, tehát azt tették meg úgymond felelős érte, és hát most 24-ben újra kriminalizálták a droghasználatot. Tehát, hogy ezt azért is raktam ide ezt a diát a végére, hogy dekronizációt is el lehet szúrni, úgymond, hogyha nem megfelelően, erről persze lehetne még vitatkozni, hogy meg beszélgetni, hogy mit, mit is szúrtak el, meg mit is nem, de hogy alapvetően azért nem mindegy, hogy ezt hogyan hajtják végre, és, és hogy az viszont nagyon káros, amikor valami rossz, rossz reform születik, amit aztán vissza kell vonni. Úgyhogy nagyjából én ennyit szerettem volna bevezetőben elmondani, és hát a továbbiakban a további előadók azok még kifejtik majd különféle kontinenseken, milyen jó gyakorlatok találhatók.